Nagy szeretettel köszöntöm az itt lévőket, és mivel kettő kamera van, nem tudom, hova kell belenézni, úgy tudom, hogy ez a sorozat a 11. állomásánál tart most. Ravasd településen vagyunk, 3 kilométerre Pannonhalmától, 23,5 kilométerre Győr szélétől, 100 kilométerre Veszprém megyében lévő Taliándörök településről. És egy... Nem vert vályok fa. Mit mondtál a riportban, mielőtt elindult volna ez a program? Vályok. Nem, mondtál valamit, a préset, vagy tockolt, vagy mit tudom, milyen. Vert fa. Döngött fát. Más mondta Jenő, de az előtt eszembe. Egy régi házban vagyunk, a tiszta szobában. És mielőtt elkezdődött volna a program, kimentem az utcára, megnéztem a hirdetőtáblát. Ott a program kiírás szerint az öngondoskodás, nem tudom ki olvasta el, mert fejből nem tudom, hogyan segítsünk magunknak, valami ilyen témakör volt kiírva, egészen biztos, hogy ezt én mondtam a Jenőnek, mert nem írta volna ki. És de ez te a... elfelejtetted. De én meg elfelejtettem, mert már nem vagyok már fiatal, de Jenő azt mondta, hogy idősebb nálam délután, és ez így is van, de ő már nyugdíjas. A mai nap témája, ugye a Jenő felvezetése alapján, ha valaki ismer, akkor itt többnyire valamilyen szórakoztató ipari esemény, vagy televíziós munkák, vagy esetleg színházi események kapcsán ismer. Ez részben most egy másfajta körutazás lenne, mert 1989-től ez még a rendszerváltás előtt van, olyan események történtek a magánéletemben, ami miatt részben a természetgyógyászathoz kapcsolódó egy-egy apró technikával el kellett kezdeni foglalkozni, és még hogy egy teljesen zavaros legyen ez a időrendi kronológia. 1962. október 11-én születtem Szentesen a Pólya utcában. Ez látszólag nem kapcsolódik ide a mai öngondoskodás programhoz, de a Pólya utca 3/A mellett laktak Balogh bácsiék, őket még nem említettem, és Balogh bácsiék gyógynövényesek voltak, szocializmus közepén vagyunk. Tehát ők voltak az a család, aki ott az Alföldön, Ilonka nénivel mondhatnánk azt, hogy éjjel-nappal gyűjtötték a Dél-Alföld különböző növényeit. Hogy ez még bonyolultabb legyen, abban az időben a herbáriához is tartoztak, de egy talán áfész formában működött az egész. Nem csak gyógynövényekről volt szó azon a környéken, hanem bármilyen hihetetlen piócát és keskebékát, ezen kívül éticsigát is gyűjtöttek. Nyilván az éticsigát nehéz lenne a természetgyógyászat kategóriájába beleemelni, ha csak nem étkezés technikailag. Olaszországban exportálta Magyarország akkor az éticsigákat, egészen pontosan csak a 3 centinél nagyobbakat. Ma ezt úgy mondanánk, hogy az úgynevezett kisebbség gyűjtötte elsősorban ilyenfajta termékeket. A piócát orvosi használatra, itt zárójelben jegyezném meg, hogy akkoriban kétféle piócát különböztettek meg ott az Alföldön, az orvosit és a ló piócát. Ezt mindig elmondták, hogy mi az orvosit gyűjtjük, és ezen kívül még valószínűleg gasztronómiai érték miatt most már ez védett kecskebékát is gyűjtöttek. Ez annyiban kapcsolódik ide az eseményekhez, hogy kizárólag érzelmileg hatottak az életem első felére, mert ugyanis előfordult, hogy 3 centinél kisebb méretű csigákat hoztak zsákba a gyűjtők, már említettem a hovatartozást. Ebből az következett, hogyha Balogh bácsék nem vették át, akkor a Pólya utcában ezek a zsákok ott maradtak, ezek időnként kinyíltak, és tulajdonképpen az avantgard festészethez való kapcsolódásom az elsősorban ezeknek a csigáknak köszönhető. Soha az életemben annyi csigát nem láttam sárga meszelt falakon mászni. Ez nem volt ugyanígy jellemző a békákra,
mert azokból is volt, hogy ott maradtak zsákokkal, ott vagy a zsák egyöntetően iszonyútos hanggal ment, vagy borult, vagy mozgott, nem akarom itt most, mert rögzítik a hangot, mutatni, hogy milyen síró hangokat bocsátottak ki ezek a zsákok, vagy időnként ezek a zsákok, mert többször használatosak voltak, kiszakadtak, és akkor ugyanezt csak talajon kellett elképzelni békával. Mindez úgy kapcsolódott az életem első szakaszához, hogy a nyári szünetben, mivel ők voltak a szomszédban, az úgynevezett, hogy mondjam, nyári kis zseppénzgyűjtés, az nagyon sokszor az is volt, hogy velük vagy náluk a különböző szállító-feldolgozó helyeken segítettem. Én ezt most nem merném azt mondani, hogy ezek tökéletesek voltak ezek a segítségek, mert egy kisgyerek, egy serdülő gyerek nyilván nyáron nem azt képzeli el, hogy úgynevezett állószékes padlásokon 40 fokban mondjuk pipacsot, vagy éppen bodzát, vagy csalánleveleket zsákokba hordozgasson, vagy azokat forgassa. Nekünk ezek voltak a feladataink. A Kamillánál az összes feldolgozási fázissal találkoztam, és én úgy gondoltam ott akkor a serdülés környékén, hogy ez egy lenyomatként ott marad a saját történetemben. Hozzá kell meg ide gyorsan zárójelesen tenni, hogy abban az időben még elég sok úgynevezett polgári ház volt Szentesen, és valahogy a független szocializmusban meg lehetett azt oldani, hogy ezeket a padlásokat kibérelték. Mert ugye ma már ez nem így működik, hanem külön szárítórendszerek vannak, levegőztetek, ezek nagyon sötét padlások voltak, gondolom a háború előtt gabonatárolására, de tökéletesen alkalmasak voltak a gyógynövénygyűjtésnél a szállítási feladatokra. Ezt csak így zárójelesen jegyzem meg, hogy sok ilyen helyen megfordulhattam emiatt. És aztán ettől így el is búcsúztam ettől a történettől. Majd 89 környékén, amikor még szintén nem a gyógynövények, hanem az érintéses terápiák miatt elkezdtem az akkor elérhető technikákkal foglalkozni. Hozzá kell tenni gyorsan, zárójelesen, hogy akkor nagyjából Magyarországon a masszázsok tekintetében elérhető volt az úgynevezett fürdős masszázs. Ennek esetleg nagyon variábilis formái voltak, szappanos, vizes vagy hintőporos. Mint aki látott már hintőport, az el tudja képzelni, hogyan működhettek akkor a hintőporos masszázsok. A szappanos vizest is gondolom el tudják képzelni. Amószappan, mondjuk levendula nevű, tehát mivel most Dörögdön van egy világszappanjai kiállításunk, nagyjából kémiailag lehet tudni, hogy néztek ki a 80-as években a magyar pipereszappanok, mondjuk úgy, hogy erősen szállítottak, de a gyógyítási technikákban főleg ezt a két technikát, esetlegesen svéd masszást és ezen kívül kötőszöveti masszást lehetett tanulni. Talán az itt lévők nem nagyon tudják, hogy a kötőszöveti masszázs mit akar. Ez egy orvosi technika. Mielőtt nagyon belebonyolódnék, inkább csak azt mondom, hogy a felső bőr felületen mindenfajta vívőanyag nélkül erőteljes nyomást kell gyakorolni, elmozdítani az ujjakat, és hát akkoriban azt mondták, hogy akkor működik jól ez a masszázs, ha a hisztamin felszabadul. Én ezt most egyszerűbben mondanám, hogy gyakorlatilag egy fél órás masszázs után, ha így néztek ki az emberek, de nem egyöntetűen, csak ahol a nyomások zajlottak, nem mondanám véraláfutásnak, de akkor az akkori technika szerint a masszázs jó volt. Én tartom most is, hogy ez egy fontos technika, azért tudunk róla keveset, mert irtózatosan fáj. Tehát nem nagyon kérik, csak ahol már nagyon nagy baj van, és esetleg kórházakban alkalmazzák, és akkor így az egészet tulajdonképpen le is záratnánk, se is búcsúzhatnánk, hogy kóstoljuk meg a szalon közösségi anyagait, mert hogy ez nem kapcsolódik az öngondoskodáshoz, nem kapcsolódik a gyógynövényekhez, fűszernövényekhez, de a 1990-es évek elején, amikor az elérhető érintéses terápiákat tanultuk, akkor folyamatosan a mestereim, tanáraim azt mondták, hogy nem csak nekem, mindenkinek, hogy tessék ezt tudomásul venni, hogy ez egy fizikai munka, egy fizikai kezelés,
bármiféle érzelmi vonatkozást, azt ettől az egésztől vonatkoztassunk el, mert nem pszichológusok vagyunk, embereket kezelünk. Tehát nekünk az a dolgunk, hogyha az a vál fáj, akkor azt a vállat tegyük rendbe. Ne akarjunk belebonyolódni abba, hogy esetleg bármilyen érzelmes kérdés, vagy érzelmi kérdés elhangzana, és az ember fiatal volt, nagy lendülettel ugrott bele ebbe a gyógyító munkába. Másrésztről pedig, mivel anyagokat kellett használni, nem akarok itt konkrét cégneveket mondani, mert ugye rögzítik, tehát ilyen Avon vagy más furcsa MLM-es rendszert, de mostani sejtésem szerint úgynevezett kézen közön már akár az Egyesült Államokból érkező, nagyon finom, akár nem olyan vazelines készítményeket is lehetett kapni, amik aránylag jól hidratáltak, jól felszívódtak, jól lehetett dolgozni, bár ezeknek a készítményeknél többször az történt, hogy mire megszoktad, megvásároltad nagyon sok pénzért, addigra mindig valahogy elfogyott, eltűnt. Többet az a cég Magyarországon nem volt jelen. Tehát két irány alakult ki a munkákban, eddig tetszenek tudni követni, ugye? Vagy itt van még mindenki, mert most érzem azt, hogy elment az oxigén, és egyedül én vagyok ébren. Ez az egyik az, hogy megmondták, hogy az érintéses terápia az egy fizikai munka. Nem pszichológusok vagyunk. A másik fel a történetnek meg az volt, hogy amikor kapott az ember egy jó, úgy gondolta, hogy jó minőségű anyagot, amivel tud dolgozni, ez esetleg eltűnt. Vagy dolgozott olyan anyagokkal, amire mindenki azt mondta, hogy az jó, és akkor közben láttad, hogy zöldett a vendég, mit tudom én, egy fél nap után. Tehát jött egy másik problémakör. A másik problémakör meg az volt, hogy szinte mindent a munkák közben kipróbált az ember, mindenféle segédanyagot, megnézte, hogy miből áll az a segédanyag, de valahogy, ha 8-10 órát dolgozik mondjuk ilyen technikával az adott ember, ugye a Jenő erre tudna, mert ő már kellően öreg, tudna erre példát mondani, azt hiszem, hogy Billy Bunch Fesztivál volt ez, az évet talán már ne akarjuk pontosan megtudni, az életem legtöbb masszázsát csináltam egyszerre, azt hiszem, hogy 19 órát masszíroztam, úgyhogy Jenőjének mindenféle ilyen nagyon-nagyon jó program volt, volt szauna, ami aztán földgyulladt, az nem az én program volt, nekem volt valami külön kis hely kialakítva, és hát mentek közben a zenék és programok, és valahogy én ott elkezdtem dolgozni, mások is, de én 19 óra múlva tudtam onnan kijönni, mert dolgoztunk. Tehát, hogy ne keveredjünk el az öngondoskodástól. A lényeg, hogy azért azok a kérdések felvetődtek, hogy amivel dolgozunk, és a tisztelettel szeretnénk másoknak segíteni, hogy jó lenne tudni, hogy mi az. Eddig érthető, ugye? És akkor egy másik, ami mondjuk a médiából, vagy külső tanulmányokból érkezett folyamatosan, hogy mondjuk a margarin nagyon egészséges, ne egyél zsírt, a szalonna megöl, az avas szalonna az gyakorlatilag halált okoz, és megint a Jenőre hivatkoznék, hogy egyszer, ez sem most volt már, valahogy úgy adódott, én azt sejtem, hogy nem az én játékfilmemet szerették volna Shanghai-ba meghívni a második Shanghai Filmfesztiválra, hanem valaki más, de Jenő addig ügyeskedett, konkrétan tudom, hogy kinek a filmét akarták meghívni, tehát ezt most nem mondjuk el, de a Jenő valahogy úgy intézte, hogy akkor volt valamilyen komolyabb vállalkozó haverja, és mert nagyon messze van Kína, valahogy úgy intézte, hogy én is elmehettem velük Kínába. És ugye mi tulajdonképpen Shanghai-ba, a Shanghai Filmfesztiválra idekeztünk, de innen úgy ment repülő, hogy Budapest, Bukarest, Karacsi, Peking. Tehát volt egy időszak, mert ott kísérőink is voltak, hogy Pekingbe ott maradhattunk, és én akkor nem tudtam, hogy ilyen nagyon szerteágazó gondolkodású, és nagyon néprajzi szociológiai érzékenységű is. Tehát a következő pillanatban, bár most így visszagondolva ez tilos volt, Pekingben volt egy ujgur negyed, és hogy nem, Jenő addig köncsorgat, kérte ezeket a vezetőinket, akik mondtak, oda nem, mert az nagyon veszélyes. Egyszer csak az ujgur negyedben voltunk, szakállas emberekkel találkoztunk, meg nagyon érdekes, talán magyar szavakat is hallottunk. Hosszú lenne a történet, de a lényeg, hogy például
belső ázsiai technikáknál, gyógyító technikáknál, mondjuk akár egy mongol gyógyításnál, ott így ilyenek hangoztak el, hogy birka, fagyú, hogy avas, szalonnabőr, meg ilyen teljesen őrültség ott. És én hazajöttünk, elég sok, hogy mondjam, fejfájást okozott ez utána itthon. Még megmondom, és szinte mai napig megvan, kínai természetgyógyászati könyveket is hoztam, ez más kérdés, hogy kínaiul van, tehát azt még azért úgy annyi időtávlatával is nehéz lesz megfejteni. Nagyon sok mindent hoztunk onnan, de megakadtak így a Pólya utcás történetekből azok a dolgok is, hogy például egy avas szalonna. Hozzátenném, hogy még zavarosabb legyen az előtörténet, hogy amúgy egy munkás családból származom, tehát az édesapám 1911-ben született, szobafestő volt, háromszoros mester, az anyám a negyedik házasság volt, nem teljesen dolgozzuk ezt fel, de neki volt egy édesapja, az az én anyai nagyapám, Bíró József, aki kubikos volt. Tehát neki nem okozott gondot az első világháború, második világháború, 56 és többi esemény alatt avas szalonnát enni. Tehát volt egy ilyen billentő tényező, mondjuk úgy a városi, alföldi városi paraszti környezetből, ahol azért, lásd apám, amikor elmegy, ő úgy hívta, hogy fusi, elmentünk dolgozni, én lehettem 6 éves, és akkor ő inkább ezt úgy oldotta meg marketing szempontból, hogy azt mondta, hogyha már egy kicsit lejárt szavatosságú volt a cucc, hogy madár látta. Tehát egy ilyen avas szalonna akkoriban nekem nem okozott gondot. De visszatérnék, eddig még lehet követni? Nem teljesen ilyen programok voltak eddig. Bocsánatot kérek, hogy ígérem, hogy ez csak egyetlen egyszer fordul elő, és nem lesz többet ilyen, hogy ennyi mindenet terheljem önöket. Tehát ott állunk, hogy Egyesült Államokból érkező jó minőségű termékek, kínai út, ahol elhangzik, hogy avasszalonna, hogy zsiradék, hogy birkazsír. Hozzátenem, hogy aki ilyet szagolt, nem tudom, hogy a meccés program mellett interaktívan ilyeneket néztetek el, hogy az anyag minőségek, anyagok milyen. Tehát jelezném, hogy az illatra azt mondanám, hogy karakteres illata van az avasszalonnának is. Abban most nem menjünk bele, hogy természetesen bőr, csizmákat, bakancsokat nagyon jól lehet vele kezelni. Ide csak gyorsan zárójelesen, hogy oxidációról van szó, átalakulnak ezek az anyagok. Anélkül, hogy ezt nagyon húzzam, természetesen ezek az anyagok ugyanolyan jó minőségek avas állapotban is, de ezt az oldalágat le is zárnám. 1989-90 környékén szintén adódott az életemben egy furcsa esemény, ezt így akkor csak így lebegtetve hagynám, mit tudom én, körülbelül egy hosszabb fővárosi 8. kerület, Diószegi Sámuel utca, Sárkány utca, aki ezt tudja, Leonardo da Vinci, Rákóczi tér, környezetében eltöltött mindennapi élet után 20 négyzetméteres lakása, úgy döntöttem, hogy megpróbálok távolabb kerülni a fővárostól, miközben a munkáim is ott zajlottak, úgyhogy Veszprém megyében, talán említettem, Talián Dörögdön elkezdtem, vagy megpróbáltam elkezdeni egy párhuzamos létezést, amiről nagyon rövid időn belül kiderült, hogy nem lehet egyszerre kétfajta életformát létrehozni, működtetni, úgyhogy nem is sokkal később már a budapesti létezése milyen formán abba maradt, és teljes egészében ebben a 650 fős faluban elkezdtem a mindennapokat élni, úgyhogy a munkáimmal, ha tudtam, akkor eljártam az országon mindenfelé. Ebből az következett, hogy egy olyan bakonyi faluról, dél-bakonyi faluról, zsákfaluról beszélünk, ahol egyrészt, én ezt most pozitívumként mondanám, hogy 1945 utántól a rendszerváltásig létrejött egy hibernáció, mert konkrétan ezek a, nem csak Dörögd, hanem a többi falvak is a Kaphegy mellett helyezkedtek el, és az ideiglenesen hazánkban állomásodó 44. szovjet hadtestnek gyakorló területei voltak. Ebből az következik, hogy rengeteg minden a régi hagyományokból megmaradt, mert oda normál ember 89 előtt nem szédeleghetett be, hiszen ezek védett területek voltak. És
De eddig még nem zavaros, ugye, amiket mondok. Hogy, és ebbe a képbe, bármilyen furcsa, még ez nem hangzott el, belekerült egy Illés Sándor nevű római katolikus pap. Nem tudtam, hogy mi kapcsolatban leszünk, mert előtte egy nem használt TS ingatlanban kezdtük el a falunak a 90-es évek végén gyűjteni a helytörténeti anyagait, egy kovács műhelyben. De valahogy úgy érezte a polgármester, hogy amikor már 5000 kötet bőrkötéses maó, Vászon Sztálin és nem tudom mi minden össze volt rakva, hogy talán nem a régi TS Kovács műhelyre kéne ezt tartani, akkor kiderült, hogy létezik Dörögnek egy plébániája, amit 30 éve nem használnak, és nagyon nyitott katolikus papja van, aki viszont lehet, hogy örülne annak, hogy bár ugyan az összes ablak be van törve, de hát ha életet lehetnénk ebbe a plébániába. A plébániáról annyit gyorsan, hogy 1762-ben már működik, természetesen az összes termei, ez csak most derült ki 2 éve, pedig nem most kezdtük el a plébániát felújítani, freskókkal és díszített falfestésekkel volt teli. Ez egy elég nagyméretű ingatlan együttes, ezt megpróbáltuk rendbehozni, nem akarom húzni az időt, mert ugye letelik 1 óra, csak annyit Illés atyáról, hogy egy elég nyitott személyiség, úgy mondhatnám, hogy jó hívő ember, egyrészt mindazt, amit itt most látnak, vagy láttok, nem tudom, hogy tegeződhetünk-e, az ilyen szokatlan embereket is el tudta viselni. Ebből az következett, hogy ezen a helyszínen egy analóg rádióstúdió is létrejött, egy olyan rádióstúdió, ami Budapestre is élőben adott. Ugye nem felejtették el, hogy katolikus helyszínről beszélünk, tehát a Tilos Rádiónak ez volt az egyetlen egy olyan vidéki bejátszó helyszíne, ahonnan élőben adások voltak. Aki esetleg hallott a Tilos Rádióról, vagy nézi a Tilos Rádióból, az tudja, hogy a, mondjuk, hogy a római katolikus plébánia, meg a Tilos Rádió, az nem teljesen azonos hullámhosszon található meg. Ettől függetlenül én úgy tudom, hogy annak idején, az több mint 10 évig ment, még talán alapítója is voltam a Tilosnak, az előtte volt, nem volt egyetlen egy probléma sem, tehát ez nagyon jól tudott együtt működni. Hozzáteszem, hogy Illés atya fiatal korában rádióamatőr is volt. Tehát ezen a helyen, amiről beszélek, szalagos magnó, bakelit lemezjátszó, kazettás magnók mind megtalálhatók, vörös sziklamagnó is van működőképes, csak így mondom, üvegési szempontjából. És még mindig nem jutottunk el az öngondoskodáshoz, mert ugyanez a hely, hiszen a Dörögdi medencéről beszélünk, és a művészetek völgye egyik alapító falujáról, úgy gondoltuk, hogy miközben könyvtár, média, vetítőhelyszín, mondjuk például a buddhista program, mert az is volt, tehát az atya tényleg elég nyitott volt, ő még azt is megengedte, hogy egyszer punkkoncert legyen, mert azt mondta, hogy ők is Isten gyermekei. Szóval hogy ezek mind lezajlottak, azt nem szabad elfelejteni, hogy olyan tárgyi anyag, töredékrendszer, mezőgazdasággal, paraszti kultúrával, feldolgozással, építőiparral kapcsolatban megmaradt, amiből most is ott, ugyan ez nem egy múzeum, de most is nagyon sok minden bőségesen látható, és ebből következett az, hogy ha egy faluban élünk, ott lakunk, 24 órában annak a részesei vagyunk, vagy az ember onnan nem is akar eljönni, sőt azt mondhatom, hogy a falu elfogadott, akkor az a minimum, hogyha valamennyi tapasztalat vagy valamennyi kedv van szabadidőben, akkor mindazokat a hagyományokat, amik ott jelen voltak, ami még töredékesen megtalálható, azokat próbáljuk összegyűjteni. Itt csak egyetlen egy probléma volt, hogy a szakmai biztonság az nem volt meg. Tehát az biztos nem mondtam eddig, hogy én pék vagyok, mert nem vagyok pék. Teljesen értetlen, ezt miért mondom. Azért, mert a plébánián egy 140 éves kemence előkerült, ami természetesen egyben volt, de azért már az ajtaja szétrozsdásodva, azt plébános úrral megcsináltuk, ez egy fatüzeléses kemence, még 2 aknás kemence is készült, és 6 éven keresztül sütöttünk a falunak kenyeret. De mivel elhangzott az, hogy nem vagyok pék, azért ezek nem voltak egyszerűek ezek a folyamatok, mert mindent újra kellett tanulni. Tehát ahogyan az erdélyi bakelit lemezen a Tündérkert dokumentum történeteiben ugye elmesélik az idős nénik, hogy
hogy az Úristen úgy teremtette a Földet, amikor létre akarta hozni az embert, akkor ugye elkezdte gyúrni, és kisütötte a kemencébe, hogy rendben legyen. Csak ugye oda égett, ezek a négerek, ha megint gyúrogattak, akkor izgult, akkor nem sült meg rendesen, ezek lettek a fehérek. Ami rendesen megsült, azt nem akarom itt most mondani ebben a programban, de hogy ez a kenyér sütése volt egyszerű dolog. Mi is volt, amikor oda égettük, sőt volt olyan, hogy idős falusi fűtött be, kazánnak nézte, megemelkedett a kemence, akkor újra javítani kell. De ezeken a fázisokon mind átmentünk, a gyakorlás fázisain, de mivel nem voltak írott anyagok, de ezek a gyakorlások egyrészt hozták azt, hogy az a közösség elkezdte a régi hagyományait is elhozni. Úgy is tudnám mondani, hogy Dörögdön azért bőséges a dörögdi helytörténeti gyűjtemény, mert az első időszakban én csak a szemetet kaptam meg. Tehát nem volt arra pénz, hogy felvásárolunk mondjuk egy hásfa szekrényt, vagy mondjuk egy tökéletes állapotú szelelőt, hanem le volt rohadva hátul az istálóba, tudták, hogy a szőkebandék ott vannak a plébánián. Itt már lehet, hogy a művészetek völgye miatt egy kis szobát akarnak kialakítani, és akkor odahozták a szétrosdásodott szar szelelőt, nem tudták hova rakni. De ez nem baj, mert van 40 szelelőnk, más-más ganzmávagos öntött vas formákkal, és nagyon sok minden föl lett újítva, és én azt mondom, hogy sok helyen annak is örülni kell, hogy egyáltalán megmaradnak-e a törmelékek, és a törmelékekből újra lehet-e gondolni valamit. Tehát ezekből elkezdett építkezni a történet. Nagyon sokszor próbáltunk, mondjuk úgy, hogy adatgyűjtést, évszámokra, technikákra. Azt most a csapatnak, hadd mondjam, most már annyi ideje beszélek, hogy most már mondhatom, hogy csapat, nem? Hogy például el szeretném mondani az egyik nagy titkot, hogyha gyűjteni fogtok. Legyen az recept, savanyítás, vagy bármilyen feldolgozási módszer. Hogy ott vagytok, mondjuk valaki elmegy a saját falujába, tegyük föl, mondjuk szeretném el azt készíteni. És akkor az a logikus, hogy átmegyek a szomszédba a 80 éves nénihez, és azt mondom, hogy tessék elmondani, hogy kell el azt készíteni. Hogyan dolgozom fel? Hadd tegyem hozzá, hogy itt még az avasszalonnánál is erősebb illatanyagképződés lesz majd később, de ebbe ne menjünk bele. A legtöbbször az fog történni, hogy azt mondják nektek, mert idős emberekről van szó, hogy ne haragudjon, bandikám, már nem úgy, hogy ti vagytok a bandikám, csak ne haragudjon, bandikám, nem emlékszem már rá. Van egy nagyon egyszerű és nagyon fontos technika. Felkészülsz, tudod is, hogy hogyan működik ez az egész, azt is tudod, hogy mást fognak mondani, fontos, helyértékű, plusz adattal rendelkező dolgot, de azt te még nem kaptad meg. Legyél szíves, legalább két hibát tegyél bele a receptúrádba. Te mondd el a receptúrádat, és mondd el, hogy az úgy és csak úgy készültet, abban a pillanatban jön a pontosítás. Nem kék volt a szoknya, nem 47 cent is, nem 53, szektük, nálunk csak egy jel volt. Abban a pillanatban meg fognak nyílni a kapu. Tévesszél mindig, legyél határozott és mondd meg, hogy mennyi kovászt szoktál belerakni, azonnal azt fogják mondani, hogy meg még kétszer annyit rakjál bele, minden meg fog nyílni. Ez egy nagyon fontos technika, nem tudom, hogy itt a csapat járt-e már úgy. Ha én meg akarok valamit kérdezni, kérem, soha nem fog működni. Határozottnak kell lenni, mindig meg kell mondani, hogy falazás hogyan működött, hogyan volt az ív, azonnal meg fog, az nem, mert 45 fokban volt. Nem, raktunk bele bükkfát is. Minden meg fog nyílni. Most ezeken a folyamatokon hosszú időn keresztül haladgattunk szabadidőben, úgy páran, ahogyan a Jenő is egy-két barátjával dolgozik, vagy így, ahogy ez a közösség itt van. És természetesen a múlt kutatásában olyasmik is előkerültek, hiszen például ez egy egyházi helyszín, 1600-tól vannak ott levéltári anyagok, amiről az ember addig nem úgy tanult, nem úgy gondolt, nem volt hozzá elég információ, és el kellett kezdeni, mint egy ilyen szekrény, amit ki akarsz nyitni, és csak egy vászonzsebkendőt akarsz fölőről kivenni, de az egész rátborul, elkezdett az egész, mondjuk inkább úgy szépen, hogy kinyílni. Kérdésekkel és válaszokkal is, ez nyilván azt is jelenti, hogy a mostani munkában van, amikor az ember
Győrbe, vagy van, amikor külföldre, vagy az Alföldre megy el egy-egy apróságért. Tehát mielőtt ebben elkezdtünk volna foglalkozni, én soha nem gondoltam volna azt, hogy például a Dörögdi medencében, vagy az ottani dél-bakonyi területen őshonos szinten legalább négyféle, fokhagymaféle erdőkapcsolt, mezei erdőkapcsolt területen ott van. Amikor ezt elmondták az öregek, meg megmutatták, és ugye abban azt mondják, hogy az interneten mindent meg lehet találni, az ember lefotózta, felrakta azt az adott kígyóhagymát például. Az internet, nem akarom mondani, hogy melyik kereső, az csak tatárhagymát akart mondani, vagy azt, hogy ez igazából egy dagadt schnitzling. Egy csomó minden, mondjuk úgy, hogy nem pontosan volt jelen az online térben. Ez megint két irányt adott. Jenő, most föl fogok állni, nem tudom, vagy úgy is jó, hogy derékig vagyok benne. Vagy ez ilyen nagyon nagyot lát a kamera? Minden fel. Jó. Hogy az kiderült, hogy amikor elkezdtünk mondjuk úgy kutatni, akkor ez most a csapatnak mondom, a másik az, hogy tehát gyűjtsünk a környezetünkből, jegyzeteljünk. A harmadik meg szerintem az igazán fontos anyagok jó része nincs fönt a neten. Mivel itt most egy ilyen közösségi program vagyunk, nem tudtam olyan sokat elhozni, meg nyilván ezekből nagyon sok minden elérhető, csak kezdésnek, mert ugye nagyjából gyógynövényekről, fűszernövényekről lesz most szó, mert még csak most kezdődne az egész program. Biztos ismeritek ezt a kiadványt, nagyon sokszor adták ki. Ugyanakkor megint azt mondom, nem biztos, hogy sikeres lesz az eljárás, de olvassuk el, hogy Rápóti Romvári, ez a két név. Bármilyen hihetetlen, én azt mondom, hogy a Romvárira majd, ha valaki tud, keressen rá, egy hihetetlen, mindegyik ember nagy tudású volt, ez a szocializmusban adódott ki ez a kis könyv, azért nagyon jó, mert a hátsó részen az NDK és a csehszlovák teareceptúrák is, a keverékarányok is megtalálhatóak, sőt a Szovjetunióból lévő teák is, akinek megvan, be lehet szerezni most is el. A Romvárit azért szeretném mondani, mert csak nagyon kis példány számba, de ezelőtt különböző fűszerkeverékekkel egy fantasztikus másik anyaga jelent meg. Soha nem dolgozták fel az élet útját, hatalmas tudású emberek. Itt csak pusztán azt beengedtem, körbe szeretném adni, nem tudom, hogy mindenkinek megvan-e. Azért, mai napig is azért fontos könyv, mert gyógyszerészetileg is, botanikailag is leírja az adott növényt, igaz, hogy rajzok vannak benne, de leírja itthon a növények sajátosságainak jó részét, és nagyon jó tud belőle egy laikus is dolgozni. Természetesen, hogy egy kicsit az előzményekre is visszamenjünk, nem sok eredeti könyvet tudtam hozni, de próbáltunk mi is úgy összegyűjteni dolgokat, ami mondjuk a közelmúltból megtalálható, ezeket is érdemes megnézni. Itt különösen szeretném mondani az ő nevét, és itt ebben a kis szobában is az ég felé azt mondani, hogy a Jóisten áldja meg, hogy őt adta nekünk. Ugye Szalai Miklós Esperes úr Dörögtől nem messzire Halimba településen volt katolikus pap. Azért annyit hadd mondjunk el, hogy a háború előtt nem teljesen úgy lett volna, fantasztikus gyógyszerészeti tudása volt. Most ne dolgozzuk föl, hogy 45 és a halála között mit keresett Halimbán. Minden esetre az egyik legnagyobb botanikai munkát végezte. Az ottani területeknek a növénytársulásai nagy részét hajnalban, mert reggel misézett, gumicsizmába ő dolgozta föl. Azt hiszem, hogy Zircen van a növény szállítmányoknak a gyűjtemény nagy része. Ő egy fantasztikus gyógyító ember volt. Egy anekdóta csak hozzá, hogy természetesen ugye abban az időszakban, adom is körbe, ugye mint ahogy például a krumplis készítményeknél, hát itt is az történt, hogy egyszer csak jöttek a hatóságok és mondták, hogy nem adhat semmilyen tea keverékeket az embereknek, sőt professzorokat leküldtek, akik visszamentek és azt mondták, hogy nem tudnak rajta fogást találni.
és Szai Esperes úrnak betiltották azt, hogy adott esetben gyomorégésre mondjuk egy szárított teakeveréket odaadjon. Ez körülbelül egy hétig tartott. Meg ezt most csak magunk között mondom, tehát a kamera ezt nehogy elmondja másnak. Nagyon egyszerű volt az oka, mert a szocializmusban nagyon sokszor voltak zárszámadások, tehát olyan rendezvények, ahol nagyon szeretetre méltó programok voltak ezek. Volt, amikor birkapörkölt is, és esetleg szétcsapatásra úgynevezett égetett szesz, vagy borok, sörök, és más anyagok is elhelyezkedtek. Tehát konkrétan 3 nap múlva kaparták az ajtót a pártitkár, hogy azonnal adja ide a gyomorégésre a teát, mert megdöglik. És mondta, hogy nem lehet, mert kijöttek a pártbizottságtól, hogy nem adhatok. Ez pár napon belül megváltozott, tehát ugyanúgy tudta a gyógyító tevékenységét végezni. És nyilván visszatérve még, amikor így botcsinálta módon elkezdtünk dolgozgatni, akkor azokat a könyveket is megpróbáltuk beszerezni, amiből egy kicsit a Kárpát-medencébe kitekinthetünk, mi van körülöttünk. Ugye ezek még mindig nem eredeti könyvek, hiszen a Lipai Jánosnak a Posoni kert című könyvének nem olyan régen egy új kiadása megjelent. Azért ő egy főkertész volt, de éppen akkor a testvére azt hiszem Pozsonyban püspök. Nem akármilyen könyvről beszélünk, ahol nem csak a gyógynövények, hanem a botanika, sőt a gyümölcsoltások kapcsolódnak ide, fantasztikus barokkorban vagyunk. Itt pedig a másik könyv, amit a Pax Corporis, amit körbeadtam, ugye itt egy debreceni vonal jelenik meg, pápai Párizs Ferenc, ugye őt is érdemes megemlíteni, sajnos azt hiszem, ha így vadásszátok, akkor talán 2 kötet elérhető antikváriumokban, csak hogy így az alapokat is nézzük így a múltunkból, ezt még nem adom oda, és természetesen szintén Debrecenből eredeti példányok is vannak, ez egy, azt hiszem Füveskert az a címe, talán nem tudom, segítsünk már, nézzük meg, hogy az évszám mikor így, hogy tudjam mondani, és hogy egy kicsit még szerteágazóbb legyen, itt is a nagy szív, tehát ami így a szerelmünk, nem tudom, ezt így látja a kamera, ezt is körbeadnám, tehát ilyen kiadványokat is próbálom gyűjteni. Lehet, hogy fönn van egy-két dolog a neten, de hát csodálatos dolog fogni ezeket a könyveket. És hogy még egy picit zavarosabb legyen az egész, amikor arról beszéltem, hogy Szalai Esperes úr, és azt mondom, hogy egy másik irányvonalat is valaki hív. Ez egy svéd dal, rock zenészeknek a dala. Úgyhogy ezt most kinyomtam. Elfelejtem lekapcsolni, de így legalább tudjuk, hogy miért csengőn van. Azért szeretném ezt a könyvet mutatni, mert elég vaskosnak tűnik, és én szerintem, akik itt vannak velem együtt, nagyon keveset tudunk erről. Ő a legkéri plébános, és most talán egy szlovákiai csoport Győrött pár évvel ezelőtt kiadta faximilében a könyvét. Itt csak egyetlen egy probléma van, hogy ez egy 1925-ös könyv, az a cím, hogy a természetes gyógymód. Az egyik legkomolyabb gyógyító pap volt, az a másik neve, hogy a szegények plébánosa. Ő parlamenti képviselő is volt, szeretném őt körbeadni. Egészen biztos vagyok benne, hihetetlen életút van mögötte. Ez egy eredeti könyv, nem volt egyszerű megszerezni. Semmit nem tudunk róla, már úgy értem, hogy utána lehetne kutatni. De hogy ez volt a másik indítás, hogy rengeteg hihetetlen izgalmas történet van a hátterünkben. Ilyen, mondhatom még, ugye, vagy szóltok, hogyha szünet kell, vagy már megszédültetek, vagy eddig még mehetünk, még bírjuk. Tehát visszaülök. Tehát azt láttuk, hogy egy csomó olyan, mondjuk úgy, hogy segítőnk lehetne ebben az öngondoskodásban, vagy másokkal való foglalkozásban, akik itt éltek velünk, ilyen például Lajos atya is, aki Adonyban élt, és ha most azt mondanánk, hogy keressük meg akkor az életrajzot, a tudásanyagot, én találkoztam még vele, de sajnos például ezeket a
az ezekkel a nagy gyógyítókkal kapcsolatos tudásanyagokat nehéz beszerezni. De most én ezt miért mondom el egy ilyen programon, hogyha nem mondok megoldást? Nyilván nem a kesergés lenne ennek a lényege, hogy a csodálatos tanítóink egy részével mi nem találkozhattunk, másrészt, hogy vadászni kell, hanem csak azt szerettem volna mondani, hogy rengeteg izgalmas dolog tulajdonképpen ott van körülöttünk. Tehát, ha ugye az előbb egy ilyen vallatási titkos kérdést elmondtam, hogy miket lehet hazavinni, van egy másik dolog is, ami csapatmunkában használható lenne, hogy nyissuk ki a szemünket és nézzünk körbe. Nem elsősorban az internet segít ebbe, hanem a közvetlen környezetünkben rengeteg minden ott lesz, ami segíthet a további munkákban. Azért próbálom ilyen körmönfonton a mondataimat elmondani, mert ugye nekem szobafestő a szakmám, de nem vagyok filmrendező, nem végeztem ilyen főiskolát, nem vagyok színész, nem végeztem ilyen főiskolát, felvételiztem, csak nem vettek föl. Tehát igazából a szobafestésen kívül nem tudom szakmai módon védeni azt, hogy én akkor most milyen formában beszélek hozzátok, hanem inkább csak az irányt tudom alkotóemberként valamilyen módon, amelyre szédelektem, megmondani. És még zavarosabb legyen az egész, hiszen valamilyen formán talán értitek, hogy a gyógyászatról próbálok makogni, és többször a gyógynövényeknek vagy a növényeknek az iránya is elhangzott, akkor itt zavarnám ez az egészet teljesen össze, hogy amikor így ezeket elkezdtük gyűjteni, akkor meg kellett állni, hogy ha, mert biztos tudjátok, hogy van olyan, még a Jenőéknél is előfordult, hogy időnként engem nem valami filmen, vagy nem tudom, nem egy buzásmiségkel, vagy vicces programban lehet látni, hanem üst mögött álltam. Általában azoknak meg az volt az előzménye, hogy mit tudom én, az alapvető alapanyagok mondjuk Komáromban, vagy elfogytak, vagy már nem voltak ott, vagy nem tudtuk megvenni. Ettől függetlenül mondjuk itt a csapatból, a régiek közül, akik esetleg erre emlékeznek, általában az üst tele volt. Ennek a következő volt a probléma megoldása, hogy mindig kreatívan kellett hozzáállni, ezt is megerősítheti a Jenő, hogy Erdélyből voltak itt kedves vendégeink az egyik komáromi programnál, és ők tulajdonképpen nem töltött káposztát, hanem egy speciális erdélyi ételt szerettek volna elkészíteni, és amikor azt mondták, hogy kellene egy külső növényi anyag, amivel beburkoljuk azt a kis tölteléket, és az elhangzott, hogy savanyú káposzta már nincs metróba Győrbe, akkor ők mondták, hogy semmi gond, mert kimennek az erdőbe, és egy fél zsák lósóskát behoztak. ANTS szempontból nem nézték meg, hogy milyen állapotban van az a növény, fantasztikus ételeket készítettek el, de hogy érthető legyen, mert nagyon zavaros vagyok, hogy elérkeztünk egy rövid időn belül egy olyan pontra, ahol bárkitől kérdeztem, az egyik azt mondta, hogy drog, már nem olyan értelemben drog, hanem gyógynövény. A másik ember, amikor oda mentem hozzá, az meg azt mondta, mondjuk Bede Robi, mert az mesterszakács, hogy ez fűszernövény. És hogy érthetőbb legyen, álltam így a kapor előtt, a fokhagyma előtt, a mák előtt, és sorolhatnám a növényeket, például paprika, ahol nem tudtam eldönteni, hogy most akkor, amit mi a múltból kutatunk a jövő felé, az most gyógyítás vagy gasztronómia. Azért szerettem volna mondani, ez is csak egy facsimile, vagy egy ilyen kis, inkább azt mondom, nem magyar nyelvű, magyarra van fordítva, Bédekker anyag, középkori szakácskönyv, gondoltam én. Érdemes különben, ezt mindenkinek mondom, a másik gyűjtési munka, hogy minimum háború előtti, de inkább 1900 előtti szakácskönyveket gyűjtsetek miért. Képzeljétek el, nem tudom, hogy van, ezek a szakácskönyvek, amik 1900 előtt készültek, tudja, hogyha a hátsó részét kinyitod, ott még a szappanfőzés is benne van, mindenféle gyógynövényes tinktúrák, itt is, ennek a könyvnek is a hátsó részében találunk gyógynövényes feldolgozásokat, recepteket. Tehát megcsúszott ez az egész nagy kutatási anyag, hogy igazából azt kellett észrevennem, hogy egy csomószor nem ott kell keresni a válaszokat, ahol én gondolnám, hanem nyitott szemmel kell mindenfelé járni, és egy picit, hogy a plébániára visszatérjünk, ugye beakadt még egy történet, azt meg úgy hívják, hogy kolostori gyógyászat,
Na addig meg én csak a népi gyógyászattal voltam kapcsolatban, és nem értettem, hogy akkor hogy van ez a kolostori gyógyász. Szerencsére, ahogy például itt a bevezetőben is említésre került, hogy Ravaszd, ugye konkrétan most is a Bakonyban vagyunk, Sokoró Pátka, ami innen nincs messze, ugye az ottaniak ismerik azt a helyet úgy is, hogy a Vörös Barátok, ők egy kicsit ezt összemossák, a templomos lovagokhoz kapcsolódóan is egy hiedelem világot ismernek. Hogy nem, Dörög mellett 4,5 kilométerre a Vörös Barátok templomról, a Dabosi Puszta templomról megtalálható. Az más kérdés, hogy természetesen a harcoló lovagrendek között nem csak a templomosok, más szerzetesek is becsatlakoztathatóak voltak a Vörös Barátok kategóriájába, de ami miatt az egész érdekes, hogy nagyjából az 1700-as évekig, 1200-tól a Bakony az nagyon sok helyen, sokkal hosszabb ideig megmarad monostorokkal, kolostorokkal, és ez az egész kolostor ügy miért érdekes ebbe a őrületbe, mert a Szőke az elején az öngondoskodást mondta. Tessék már egy picit most akkor a filmes szemszögével velem jönni tovább, és én mondanám ezt máshogy. Például Monostor-apáti település, ami Dörögtől 9 kilométerre van, az ősi települését már nem lakják. Az ősi település az igazából a Balaton felvidék hegytetején található meg, és természetesen a település körbevette a kolostort, az ottani kolostort vagy monostort. Miért érdekes ez, hogy tudjuk itt az összes őrületet összekapcsolni? Valószínűsíthető, hogy a szerzetesi helyszínek legyen az 10-15 szerzetes, akik ott éltek. Abba ugye megegyezhetünk, hogy valószínűleg emberek voltak. Ugye ezt így. Tehát azt mondom, hogy autószerelési szempontból, vagy lakáskoordinációs szempontból ugyanúgy működtek, mint egy átlagos ember. Tehát biztos, hogy éltek. Elképzelhető, hogy attól függetlenül fantasztikus, aszkétikus életet élt, de valamennyit kellett aludniuk. Lehetséges, mivel abban az időszakban rengetegszer vannak szúrt, vágott sebek, hogy meg nem megfelelőek a lábbelik, ezt is adnám körbe, ez egy erdélyi gyűjtés eredeti anyagokból, ugye a Barátok konyhája, tehát itt a gasztronómia felől tudjuk ezt megközelíteni, le lehet fotózni és be tudjátok gyűjteni, természetesen itt is vannak gyógyító anyagok, de ott tartunk a szerzeteseknél, hogy azok a szerzetesek is, hogyha volt nekik kis táplomkájuk, volt kis kőkerítéske, kis vasajtó, boros hordócska, lehet, hogy valamihez, például kivonatoláshoz tejet kellett használni, nem tudott úgy létezni, akár könyvekkel, ónémet, latin, francia, héber, zsötrötrötte iratokkal, de nem tudtak úgy létezni, hogy körülöttük a környezet ne táplálja őket valamilyen formán. Bor, hiszen nagyon sokszor mérgezettek a vizek, borban könnyebb kivonatolni, mint az 51%-os házi pálinkában. Ez nem azt jelenti, hogy ez nincs, de nem véletlenül rengeteg borban történő kivonatolás van, mert mégiscsak könnyebb elkészíteni. Tehát úgy kell elképzelnünk azokat a korabeli helyszíneket, monostorokat, kolostorokat, hogy szinte szimbiózisban élnek a külső környezettel, az áccsal, a bádogossal, a bőrdíszművessel, a aki húsárúthoz, a hentessel, a favágóval, stb. De az a környezet, amely körbeveszi őket, az a környezet ugyanúgy találkozik azzal, hogy rossz a konzerválás, nincs szanuszi hűtőszekrény, hogy éppen nem olyan az a víz, hogy lázas betegség van, meghűlés van, szúrt sebek vannak, fertőtlenítés, sapparaparaparaparapara. Oda-vissza működött ez az egész rendszer, mégpedig úgy, hogy valószínűleg a gyógyítást, vagy a gyógyításhoz tartozó tudást, azt a tudós emberek, akár ezek a monostorok adják, és ugyanúgy visszafele működik egy csomó mindennel, hogy akár gabonával, növénnyel, lámpalapalapala, ők is segítik azt, hogy a szellemi közösség is működjön. Ez megint miért érdekes? Mert bármilyen hihetetlen ma Magyarországon nincs, én nem tudok arról, hogy átfogóan lenne ilyen szakmai gyűjtés, a magyar népgyógyászat vagy magyar népi gyógyászat anyagait. Most nagy tisztelettel mondom azt, hogy hála Oláh Andornak, hogy vannak ebből anyagok,
De ha még mindig akarunk gyűjteni a Kárpát-medencébe, akkor nagyon sokszor a katolikus plébániák, vagy a diakóniák, vagy a református környezetekbe, a levélteli anyagokba találjuk meg. Miért? Azért, mert ott volt az írástudó. Azért, mert napi kapcsolatban, más szinten voltak kapcsolatban a falvak, tanyák, tanyavilág az előjáróval, és a rögzítések ott történtek meg, kéziratokban, naplóban. Mi is itt találtunk egy csomó mindenre rá. 1700 közepén a jezsuitáknál a kézzel írott naplóban urinterápiás recepteket találhatunk. De mindig nem érdekes, ugye, hogy a túróba megyünk el az öngondoskodáshoz, mert teljes káosz van. Részben azt szeretném mondani, hogy ez az oldal azért nagyon fontos, hogy a itthon meglévő kolostori gyógyászat üzenetei és a népi gyógyászat hogyan kapcsolódik össze, mert hogy ebbe az, amit a legelején is mondtam, rengeteg ma is meglévő belső ázsiai tradíció, például a köpölyözésben ott van. Ugyanis Erdélyben hogyan köpölyöznek? Az a bizonyos szűkített szárú borosüveg, ilyen ő az aztán tudja, nem ez, amelyik bővül, hanem ami nagyon vékony és így befele szűkül. Ezt még mindig használják az erdélyi kenőasszonyok vagy kenőemberek gyógyítása, például a köpölyözésre. Ugye a legelején azt mondtam, hogy masszázsok, érintéses gyógyászat, és Erdélyben ezt nem tudod kimondani, mert ott azt a kifejezést ismerik, hogy kenőember, kenőasszony. De mi az a kenőember, meg kenőasszony? Hát itt megint visszatérnék a legelejére, hogy ott fönt valószínűleg azokban a hegyekben, ha bármit kellett kezelni, nem volt idő lemenni az Aldiba vagy a Lidlbe, hidegen sajtolt él az szűz olajér, hanem ott kellett megoldani abban a pillanatban, ha mondjuk egy favágásnál, hogy bárhol volt valami baleset, azt avval tudtad megoldani, ami ott volt vívőanyag. Ezek pedig a zsiradékok. Tehát nem véletlenül, hogy Mária Treben minden harmadik kivonatolásnál a disznózsírt javasolja. Tökéletes anyag, ugye Hermes Trismegistus azt mondja, hogy amint fent, úgy lent. Itt meg úgy tudnám mondani, hogy aki volt disznóvágáson, az tudja, hogy a disznózsírt a legtisztábban vonják ki. Azt most így elnézést, hogy ezt mondom, hogy nyilván nem egyszerű egy disznóvágásnál töpörtyűt készíteni, mert az a legnagyobb feladat, ugyanis az már a vége fele van, és akkora már a welcome drinkek és a különböző kommunikáció nagyon veszélyesek, mert akkor szokott leégni a töpörtyű. Igen, de ez az eljárás, ez a lassú keverés hozza azt létre, hogy egy teljesen tiszta, évszázadok óta teljesen tiszta kivonatolás történik. Honnan vonjuk ki azt a zsírt? Hát a malacka majdnem ugyanazt teszi, mint mi. Majdnem olyan a szerkezete, tehát Leonardo da Vinci a Trattato della Pittura című könyvében meg is említi, hogy abban az időszakban az anatómia oktatás az egyetemeken disznókon történt. Ezen most lehetne vitatkozni, de úgy helyel közzel sok minden megegyezik, tehát valószínűleg a kötőszövet is nagyjából hasonló. Tehát amit mi a malackából a keverésnél tisztán kivonunk, ha az erdélyi kenőembereket, kenőasszonyokat nézzük, ugyanúgy tápláljuk vissza egy Mária Treben-féle disznózsírban kivont körömvirággal. Amint kint, úgy bent. Amint fent, úgy lent. Miért lehet ezzel gond, vagy miért volt gond egy csomó anyaggal, ami itt van a környezetünkben? Azt gondolom, hogy úgy kapcsolódik ez részben az eddig elmondottakhoz, hogyha, és a család felől nézi, anya, apa, gyerekek, legyen Győr belvárosa. Azért valószínűleg az esti vacsoránál is mindig előfordul, hogy akkor az a két tojás a kurványával nem hoztuk meg, pedig a pénzli, ez kellett volna, ez meg ne kenyér morzsát hozott, és nem abba, nem ezt kértem, hanem mindig valahogy nem úgy van a háziasszonynál, így van, ugye, mert vannak gyakorló szakemberek. De egyet tud mondani a háziasszony is nekem, biztosítékként, hogy olyan nincs, hogy nincs. Megold, ugye? Tehát itt nekem, azt nem látja a kamera, mutatják, hogy megoldja. Nincs megoldhatatlan.
Ez pedig azért fontos, mert ez is részben az öngondoskodáshoz tartozik. Tehát visszatérve a disznózsírhoz és minden más anyaghoz, ami technikában valószínűleg nem fog ez most ma beleférni, fontos lenne az az, hogy tudsz-e önellátó lenni. Miért fontos ez? Mert a legkisebb egységet, a családot életben tudod-e tartani. Mi? Hogy a túróba kapcsolódik ez a kolostori gyógyászattal, meg a falusi népi gyógyászattal? Hát ők nem azért csinálták, hogy a titkos négykarátos bőrkötéses olyan könyv, hogy méreggel le van ezzel a lapja, és álszállnod a varázsokat, hogy akkor tudni a titkos anyagot. Hanem, ha nem adják kézről kézre tovább a körülöttük lévő növényi állománynak a hatásait, nem használják föl, megdöglenek. Mi? Láz van, kell hozzá valami, mert nincsenek még gyógyszertárak, az 1900-es évek végén jön létre a gyógyszertári kultúra. Ez nem arról szól most, hogy a gyógyszertári kultúrával kapcsolatban bármit szeretnék mondani, hanem csak egyszerűen egy összefoglalás. Bármikor, ha egy olyan helyzet van, mondjuk a csapatnak egy része velem együtt lehet, hogy fogyaszt cukrot. Nem ördöngőség elkészíteni cukrot, mondtam azt, hogy illatanyagban majd érdekes lesz, nem ördöngőség elkészíteni házi ecetet, de amikor ezek az anyagok elkészülnek, el tudjuk készíteni először magunknak, higgyetek, hogy én is úgy csináltam az összes kivonatot, hogyha én nem döglök meg, én próbáltam ki először, akkor utána mehet a többieknek. Tehát illóolajos fürdő, ami benne van a kolostori gyógyászatban, mondom, úgy is csináltam már egy-két dolgot, ha megdöglök, én dögöljek meg, túl is öntöttem egy kicsit a meleg vízbe, hát nagyon-nagyon jó hangulat lett, de aztán nekem kihúztak a vízből, tehát gyakorlatilag meg lehetett tapasztalni, hogy mik az arányok. Azt szerettem volna csak mondani, hogy rengeteg technika, amivel foglalkozni fogtok a későbbiekben is, ott van körülöttünk, de a külvilág, a média az azért nem segít abban, hogy ezek öngondoskodóan és kézzel elkészíthetően és átadhatóan, mert annál nincs csodálatosabb, mint hogy együtt van egy közösség, akár egy család, ezek jelen legyenek, mert akkor nincs szükség a külső segítségre. Megint hadd tegyek ide egy támasztékot, hogy amikor a Talián Dörök Kocsutusz a 30-as számú ház, római katolikus plébánia, mostani néven Ősök háza, kertjét próbáltam rendbe hozni, mert kidőlt a kerítés, szomszéd oldalt Rózsi néni is haladt föl a kertbe. Neki is volt kertje. Az nagyon fontos, itt nem tudom, hogy van a faluban, hogy ha két kertben két külön tulajdonos vagy két személy halad, akkor bármennyire is kicsi a kerítés, ne szabad észrevenni egymást. Tehát kell egy ilyen úgynevezett meglepődés, mint egy idő után, ha jó nap, csókolom! Ha van előre, és mondjuk te köszönsz előre, akkor van esély arra, hogy információ átadás történik. Ezért itt is, mivel én voltam a gyorsabb, véletlenül észrevettem, hogy Rózsi néni kín van a birkákkal, 15 perc múlva el tudtunk jutni oda, amiről most beszéltem, hogy hogyan készítettek házi cukrot. Természetesen a szokásos technikában, amit már mondtam nektek. És ami fontos, hogy elhangzott, hogy 1945 és 1949 között olyan helyzetek voltak, elsősorban a kis településeken, hogy nem hogy cukor, hanem fontosabb alapvető élelmiszerek sem voltak meg, de nem volt mese, lehet, hogy az kicsit barna volt az a lé, lehet, hogy kicsit sűrűke, de ugyanúgy a cukorrépát, meg ugyanúgy a répákból elkészítették otthon erjesztéssel, szűréssel, újrafőzéssel, elkészítették az anyagokat. Tehát mi az, amitől az öngondoskodás tudott működni, és három generációval később találkozunk? Az önfenntartás. És ezek a technikák, ezek most is elérhetőek. Tudunk csinálni illóolajokat, tudunk csinálni gyógynövényes kivonatokat, tudunk csinálni forrázatokat, amivel tudjuk ezt segíteni, hogy magunk körül folyamatosan nézzünk körül, és rengeteg információ ott lesz a környezetben. Mielőtt a csoport jött volna, kaptam egy nagyon kedves ajándékot, valahol itt bújik az ajándék, ez különösen Győr környékére, meg itt a Sokoró vidékére is jellemző. Mondom így, akik nincsenek itt, hogy azt hiszem ecetbe van beletéve a rántott hal. Hidegen. Én szentesi vagyok, tehát délalföldi,
Ott is van folyó a Tisza, de ilyet, hogy az ecetbe, az a szákás hal, fagyott, ott bújik, romlandó. Erre, nem tudom, 20 évvel ezelőtt bemegyünk Győr belvárosában a vízparton, a matrózba, tényleg ott van ez a hagymás cucc. És látom, hogy mindenki él. És azt szeretném csak mondani, hogy azok a fantasztikusak, hogy tájegységenként, környezetenként, és lehet, hogy az Ferencváros, lehet, hogy az Káposztás megye, de minden onnan fogsz tudni kapni olyan információt, amit beépíthetsz a saját gyűjtőanyagodba. Amikor arról beszéltem az elején, hogy minden összekavarodott a gyógyításban, tehát a gasztronómia és a gyógyítás, ez talán egy másik beszélgetésnél említettem, te lehet, hogy ezt már sokszor hallottad tőlem, hogy amikor arról beszélünk, hogy zöldségleves, én legalábbis nagyon szeretem, nem tudom, hogy ki szereti, fokhagyma van benne. Sárgarépa, petrezselyen, zeller, és karalábé, és ez az illat. Tehát krúdi itt van előttem. Akkor azt mondom, hogy egy picit jöjjünk ide-vissza, és nézzük meg a mi feladatainkat. Ez a kolostori gyógyászatban ezt a részét úgy hívják, hogy a legolcsóbb kivonatolási típus, a legolcsóbb gyógyító kivonatolási típusuk, az pedig a forró vízben történő áztatás. Azt nem mondom, hogy azt a konkrét receptet, ha most megcsináljuk zöldséges levest, amit ők csináltak, meg amit most csinálunk, nem mondom, hogy köszönő viszonyban van, de hogy mi történik itt ebben? Az történik, hogy a gyógynövények nem fűszernövények, ugyanezekről a növényekről beszélünk. Fokhagyma, értágító, petrezselyen, nézzük meg az erdélyi gyógyászatot, vérzést erősítő, nem csillapító, és így végigszaladhatunk, hogy a kapor, emésztési problémák, gyógynövény, mik kerülnek bele? Azért van benne, mert a leggyorsabban és könnyebben a forróvizes kivonatolással tudja megoldani, és utána az beviszi a szervezetbe. Mi meg itt most úszkálunk, ugye a zöldségben ilyen, nem tudom, ilyen fokhagyma meg a spanyolban ezért lenne, holott itt van az orrunk előtt egy 500 éves receptúra. Miért mondom én ezt? Mert egy lázadó csapat vagyunk itt, talán mondhatom ezt így most ennyi idő után, és azt mondom, hogy ha egy zöldséglevest készítek el, akkor például a komáromi erődnél említett 27 perccel ezelőtt elhangzott lósóska miért ne kerülhetne bele? Azért nem kerülhet bele, mert ha otthon vagyunk és valaki meglátja, hogy a lósóskát beleraktad, hogy az édesköménynek azt a zöldjét beleraktad, mert nem kapor! Ki látja? Összedarabolom, házi azt, hogy megoldja. Összedarabolom, föl tud még szólom. Nem rakhatsz bele gyermekláncszüvet, mert keserű. Ha kellően van ízesítve, és a megfelelő mennyiségű gyermekláncszű benne van, levelek, hiszen emésztés, cserélet, purgálhatás, benne van. Ezért vannak a szakácsnők, mint a modern kor kolostori gyógyászai, hogy ők megoldják. Belekerülhet csalán zöldje, most, amikor gyönyörű szép. Fantasztikus segítőse. Bele, de nem rakjuk úgy bele, hogy tudtam, hogy beleraktad, tudtad a hatyanének a programján, ott beszélték bele biztos. Összedarabolod. És abban a pillanatban lehet, hogy egy pürésített formában, de átadtuk azt az információt, hogy segítettünk, ami a közvetlen környezetben ott van körülöttünk, csak figyelni kell rá. Tehát igazából én nem ezt szerettem volna ma elvégezni, hanem alapvetően az arányokról, hogy például egy macerátum hogyan készíthető el, milyen mennyiségben vannak benne ezek az anyagok, de úgy gondolom, hogy az meg, hogy mondjam, indulásnak csak kellett, hogy egyáltalán mi az, amikor öngondoskodásról beszélünk. Még annyit gyorsan zárójelesen, mert ugye ilyen furcsa dolgokat is elmondtam, hogy masszázsok, vagy nem tudom, és akkor az elhangzott ilyen teljes káoszhoz, hogy ezt így összerakjuk, hogy kenőember. Ha elkészíted a gyógyító anyagodat, akkor nem attól fogsz tudni egy másik ember gyógyítani, mert a
Üdvözlöm, vizsgál, letetted az ETH Central 3-as vizsgát, és megvan a reflexológia, a négyed, és megvan a Reiki 16-od, hanem van egy nagyon nagy titok, alázat és szeretet. Tehát amikor a kenő emberekről beszélünk, akkor azoknál a technikáknál azért nem teljesen az a lényeg, hogy az most SLN, hogy az most tradicionális tájmasszázs, hogy az most nem tudom, 5 kontinens masszázs, mert ha elkészítetted a gyógyító anyagodat, és rajta van a kezeden, és ezt te szeretettel teszed, akkor a másik embernek, akinek fáj, mondjuk a könyöke, ha csak egyszerűen szeretettel fölkened, megtörténik az érintés, megtörténik az anyag átvitele, és nem létezik, hogy mindez, amit nagyon keveset kapunk a hétköznapokban, hogy ez nem gyógyít. Gondolj egy láblemosásra, hogy mennyi a csapat között is mennyi munkás ember van, vagy mennyi embernek fáj a lába. És tegyük azt egy családi történet, tegyük föl egy családi történetben, anyának fáj a lába, vagy apának fáj a lába. Ha anya segít apának, és elkészíti a házi ecetes, illóolajas, vagy éppen macerátumos keverék gyógyvizet sóval, amiben fürdeti a lábát. És ha anya ezt a lábat akár még a saját kis készítményével, legyen az disznózsír, vagy valamilyen hidegen sajtótolaj át is keni, akkor nem létezik, hogy nem gyógyít. Miért? Nem tudom, hogy ezt a kamera mennyire fogja látni, de az a probléma, hogyha te egy másik embernek, a szerettednek, feleségedet vagy a férjedet, a lábát akarod kezelni, az csak a következő. Nem tudok egyszer két helyen ülni, de mondjuk ott ülök, én vagyok a férj, de most én az asszony vagyok. Az nem megy máshogy, csak úgy, hogyha itt van az a lavor, benne van az a 35 fokos víz, meg megkérdezem, apa, nem meleg? Ha, nem, nagyon jó. Azt csak úgy tudod csinálni, hogy ezt a részt kezeled, hogy nézz ide, fölnézel rá. Eleve a szituációk, a helyzetek is olyanok, ahol nem létezik, hogy nem adsz a jelenléteddel a szereteteddel. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy most 3 g koriander és 4 g rozmarinnak a receptúráját most megbeszéljük, azt is meg tudjuk beszélni, csak akkor lekapcsoltatjuk a kamerát, hanem azt, amitől ez igazából lényegesebb. Hogy azért, bocsáss meg, keresztnevedet megtudhatom. Judit. Kedves kamera, nem látod, de a legnagyobb gyógyítónk itt ült végig melletted, Judit. Miért? Mert Judit otthon a családra vigyázott. Nem az volt a lényeges, amit eddig elmondtam, hanem az, hogy igen, itt vannak közöttünk a gyógyító. Mert a Juditnak a szíve, a lelke átadódik másoknak. Nagy tapsot kérnék szépen Juditnak. Nagyon szépen köszönöm, mert ez kis pénzt adott a Jenő, úgyhogy ennyi volt a mai. Hogy nem tudom, hogy ebből értető-e, hogy mi az, ez csak egy irány akart lenni, hogy mi az, amivel tud a közösség foglalkozni, meg ez igazából arról is szeretett volna szólni, hogy mi semmivel nem vagyunk előnybe, Ákosékhoz képest, Tamásékhoz képest, vagy a Jenőkhez. Mindegyik őtöknél ott van a titok, ott van a kincs. És mivel én nem mehetek oda hozzátok, már oda mehetek, tehát akkor biztos nem vagy a Juditékot, vagy ők nem akkor jönnek oda hozzánk, mindenki a saját pici kis diaszpórájába tudja azt továbbvinni a többiekkel. Még akkor is, hogyha úgy megy innen haza, hogy hát Jenő ezt a barmot minek hozta ide, mert akkor már van egy gesztus, akkor már foglalkoztam vele. Itt az a nagyon nagy érték, hogy nem tudom, ez a 11. alkalom, hogy ezt csináljátok. Itt akkor lenne probléma, hogyha ez a ház, akik itt laktak, ebben a házban nagy dolgok voltak, valószínűleg itt volt az ágy, de ha ez ugyanúgy lenne, ez a történet, ahogy volt 2 évvel ezelőtt, akkor lenne nagy baj, ugyanis ez a ház halott volt. És van egy ember, én kérném, hogy őt is tapsoljuk, meg Hartyán Dénő, aki életet hoz ebbe a házba. De ez ugyanúgy... De ezt most azt hiszitek, hogy ebben rendben van. Ez azért, ezt nem mondhatom így kamerába, mert fölveszitek. Ez azért szopó,
mert igazából nektek vinni kell a történeteiteket tovább, a ti történeteteket, ahol a Jenő nem tud oda menni, gyertyát tartani, az Ákos se, a Tamás se, én se, mindenkinek a saját útján kell vinni ezt tovább. De ez a nagy érték. Beszélgettünk délután arról a Jenővel, hogy igen, neki is, nekem is, nekünk is voltak nagy programok, 400 fő, 2000 fő, nem tudom, tombolt a közönség. És akkor most, mit tudom én, vagyunk itt 15-en. Ugyanakkora érték, mert az a 15 ember azért van itt, hogy az tovább tud vinni valamilyen üzenetet. Nem biztos, hogyha most ez egy nagy színpadon lenne, ugyanannyi megmaradna a közönség. Arra is szükség van, de ez egy másik történet. Nagyon szépen köszönöm. Akkor nincs kérdés, akkor... Tartsunk egy perc szünetet, azt utána tudunk kérdezésködni, mert látom, hogy másnak is izzad a feje, nem csak nekem. 5 perc szünet, és akkor folytatjuk, ha van kérdésetek. Itt a, amit hoztatok, igen? Közben lehet enni, inni, igen. Fogyasztani, jó? Tessék kóstolni mindenkinek, fantasztikus sodrottunk van, sós peret Szlovákiából, jó. Nagyon jó dzsemek, lekvárok és mézes tekercsek. Tegyétek már meg, hogy oda visszahozzátok, jó? Nagyon köszönöm. Mindenki fotózza le a könyveket, a piacot, mert azért nagyjából be lehet ezeket szerezni. Csak attól voltat a porra. Én meg récsékét hoztam, valaki miért. Nem, nincs. Na, ülésben nem volt jó. Ilyen, hogy nálunk? Nálunk?